Németországban is életbe léptek az új szigorúbb szabályok, bár lefelé tart a járványgörbe, mégis attól tartanak a politikusok, hogy januárban az Omikron miatt beindulhat az ötödik hullám, hiába mutatják azt a vizsgálatok, hogy enyhébb tüneteket okoz, mint a delta variáns, mégis katasztrófától tartanak, vagyis attól, hogy a sok fertőzött miatt nem csak a kórházak, hanem például a rendőrség működése is veszélybe kerülhet, sőt, akár az áramszolgáltatás is. A szokásosnál jóval nagyobb forgalomra számítanak az év hátralévő napjaiban a tűzijáték kereskedők Dánia déli részén. Németországban ugyanis a koronavírus járvány miatt betiltották a szilveszteri tűzijátékok és petárdák árusítását, ezért sokan az északi szomszédhoz ruccannak át, hogy beszerezzék az ünnepi kelléket. Jönnek Hamburgból, Hannoverből, Brémából, Rostockból, de még Düsseldorfból is, sorolta az egyik kereskedő a határ közelében fekvő Szöneborgban. A tilalom elsődleges célja az, hogy a járvány miatt túlterhelt kórházaknak ne kelljen még az ilyenkor szokásos több száz petárda baleset sérültjeit is ellátniuk. A külföldről becsempészett tűzijátékokat amúgy is csak szűk körben tudják felhasználni a németek, kedden ugyanis érvénybe lépett az újabb járványügyi korlátozás. Emiatt országszerte elmaradnak a tömeges szilveszteri ünnepségek, sőt még a családi rendezvényeken is szigorú szabályokhoz kell alkalmazkodni, számolt be a közmédia berlini tudósítója. Az oltottak legfeljebb 10 találkozhatnak, és hogyha oltatlan is jelen van, akkor egy második háztartásból legfeljebb 2 lehetnek jelen. Szilveszterkor elmarad a petárdázás, elmarad a tűzijáték, és a szórakozó helyeket is bezárják, és vannak olyanok, amelyek tartományi hatáskörbe tartoznak, így például Baden-Württembergben érdemes megnézni az éttermek nyitvatartását, hiszen este 10:30 és reggel 5 óra között nem tarthatnak nyitva, vagy Mecklenburg-Előpomerániában bezárták a kulturális intézményeket, a színházakat, a mozikat és sportlétesítményeket. A szigorral a német kormány a rendkívül fertőző Omikron vírus variáns terjedését akarja fékezni. A szakértők számításai szerint akár 2 héten belül berobbanhat a járvány 5. hulláma, a tömeges megbetegedések miatt pedig nem csak az egészségügyi ellátás, hanem az úgynevezett kritikus infrastruktúra, például a rendőrség működése is veszélybe kerülhet. Most épp javulnak a járványügyi mutatók, de engem nem zavar az újabb korlátozás, és inkább várok még a bulizással, ha ez kell ahhoz, hogy végre megszabaduljunk ettől az egésztől, vélte egy berlini fiatal. Közben a korlátozások ellenzői is hallatják hangjukat. Hétfőn több száz országi településen is utcára vonultak a tiltakozók. A német kormány abban bízik, hogy a korlátozások feloldásáig sikerül jelentősen növelni a védettek arányát. Ennek érdekében még az ünnepi időszakban is szerveztek oltási akciókat. Az egyik chemnici evangélikus templomban például advent 3. vasárnapján rendeztek be ideiglenes oltópontot, ahol önkéntes orvosok várták a hívőket. Ebben a különleges helyzetben az egyházi közösségeknek is hozzá kell járulniuk a járvány elleni védekezéshez, hiszen az emberek iránti felelősségünk túlmutat a templom falain, mondta a lelkész. A szövetségi kormány a tervek szerint legközelebb január 7-én egyeztet a tartományi vezetőkkel arról, hogy enyhítsék, esetleg tovább szigorítsák a korlátozásokat.